Bár Orbán Viktor is pontosan tudja, hogy az uniós szabályok nem engedik a halálbüntetést, azt is tudja, hogy ha ő mégis mellette áll, akkor maga mögött tudhatja a magyarok többségét. És inkább beszéljenek erről, mint arról, hogy a trafik törvénynek lehet-e köze a kaposvári lány halálához. Ahogy mondják, kommunikációs szempontból jó téma, mint mondjuk a tömeges bevándorlás. Benyúr Rita összeállítása. Halálbüntetés kérdését Magyarországon napirenden kell tartani. A kaposvári trafikos lány megölése indította ezekre a mondatokra Orbán Viktort. Arról viszont nem beszélt, hogy a támadás talán megelőzhető lett volna, ha belátni az üzletbe. A trafiktörvény előírásait azonban gyakorlatilag csak a dohányboltok lefóliázásával lehetett betartani. A rendőrség adatai szerint a trafikrendszer indulása óta 662 nap alatt 142 rablást regisztráltak. Ezek közül 40 esetben fegyver is volt az elkövetőnél, vagyis minden negyedik napon kiraboltak egy trafikot. Világossá kell tenni a bűnözők számára, hogy Magyarország semmitől sem riad vissza, hogyha arról van szó, hogy megvédjük a saját polgárainkat. 1990-ben törölték el a halálbüntetést Magyarországon. Az Alkotmánybíróság egyik legkorábbi határozatával alkotmányellenesnek minősítette azt. Viszont kezdettől fogva napirenden volt a visszaállítására irányuló igény. 1996-ban Horn Gyula miniszterelnök pedzegette, hogy népszavazást kellene tartani a halálbüntetés visszaállításáról, amelyen ő maga igennel szavazna. A 98-as kampányban a kisgazda Tordján Józsefnek is ez volt az egyik fő választási ígérete. Orbán Viktor saját állítása szerint 2002 a Móri Bankban elkövetett vérengzés óta híve a halálbüntetésnek. 2006-ban már a MIÉP kampányolt a halálbüntetés visszaállításával. Három jobbikos képviselő 2012-ben törvényjavaslatban kezdeményezte a büntető törvénykönyv ilyen irányú módosítását. A Fidesz képviselői között is több ciklus óta létezik egy belső frakció, amely támogatja a halálbüntetést. Lázár János például már államtitkárként a tavalyi parlamenti választás előtt állt ki az ügy mellett. Orbán pedig most futott neki a legnagyobb lendülettel. És az ok, amiért politikai oldaltól függetlenül újra és újra előkerül a téma. A magyarok 63%-a támogatja a halálbüntetést, függetlenül attól, hogy vallásosak-e vagy mely párt szavazói. De nem ez az egyetlen téma, amellyel a politikusok a társadalom félelmeiből és tévhiteiből próbálnak tőkét kovácsolni. Nem is akarok ebből titkot csinálni, itt egy kő, kemény, a bevándorlást legkevésbé sem támogató hatósági és belpolitikát fogunk folytatni a jövőben is. A bevándorlás kérdése egyáltalán nem volt a magyar közbeszéd tárgya, de minden felmérés azt mutatja, hogy a magyar választókban erős a bizalmatlanság az idegenekkel szemben. A szülőknek segítséget kell adnunk, hogy a gyermekeink ne váljanak áldozattá. Nehéz politikai helyzetben ugyanilyen biztos sikertéma a drog visszaszorítása. Egy felmérés szerint jobban félnek a magyarok a drogosoktól, mint a bűnözőktől. A kötelező drogteszt egészen abszurdnak tűnő ötletét ezért dobhatta be a Fidesz. Benyúr Rita, 7/24. Az európai ombudsman egy közleményben azt írta, hogy Orbán Viktor halálbüntetésről szóló kijelentése összeegyeztethetetlen az európai értékekkel. A lett politikus a kormány migrációs konzultációjáról azt mondta, hogy a Magyarországon elindított konzultáció tartalma elfogadhatatlan. Intoleranciát szít a migránsokkal szemben. Azt gondolja, hogy ez újabb megnyilvánulás annak, hogy a magyar kormány, ahogy fogalmazott, negatívan áll az emberi jogokhoz. Kis Ambrus a Policy Agenda vezetője, a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Mennyiben tartja ön ezt kommunikációs trükknek, elterelésnek, mennyiben valódi politikai szándéknak? Azt gondolom, hogy elterelésről van szó, illetve pontosabb inkább időhúzásról. Nyilvánvalóan látszik, hogy a Fideszben komoly válság van, legalábbis társadalmi támogatottság értelemben, de azt gondolom, ennek a vezetési válságnak is meglátszódnak a jelei. Valamit ki kell találni, valami fajta új politikai termékre szükség van, és ebben a tekintetben azt látjuk, hogy három dolgot dobtak ide elénk az asztalra egyszerre, ugye ezt a bevándorlási ügyet, amit most már másodszor hoznak vissza, most megspékelték egy társadalmi konzultációval, egy minimálisnak látszó adócsökkentést, és hát a harmadik most ez a halálbüntetés. Az ön szakmai véleménye szerint mennyire jó ötletek ezek? Azt gondolom, hogy nem fog bejönni. Tehát, hogy ha arra játszik Orbán Viktor személyesen, hogy addig, amíg nem talál ki jobbat, nem talál ki egy rezsicsökkentés kettőszerű nagy csodafegyvert, addig elhúzza az időt, addig lehet, hogy van ideje.
de arra, hogy ez megváltoztassa az alapvető közhangulatot, arra ez kevés lesz. Hiszen eddig se jött be, sem a bevándorlás ügy nem jött be februárban, sem a halálbüntetés korában. Ugye Schulz egyből fel akarta hírni, talán már föl is hívta, nem tudjuk. A liberálisok örjöngenek, már az európai liberálisok. Most az európai ombudsman mondott nagyon kemény szavakat, tehát mintha komolyan vennék Európában, mint ahogy mi vesszük. Nyilván ezt komolyan kell venni, hiszen mégis egy miniszterelnök mondta egy európai uniós tagállamnak a miniszterelnöke, tehát nem lehet úgy tenni, mintha ez most csak Pécsen elhangzott volna egy magánvéleményként, és nyilván így is reagál rá az európai közvélemény. De azt gondolom, az várjuk meg az elkövetkező napokat, hogy ebből lesz-e bármilyen politikai cselekvés, kezdeményez-e valóban valamit is a Fidesz, vagy el fog ez ülni, ahogy elült korábban is a ugyanilyen miniszterelnöki kijelentések. Ön elképzelhetőnek tartja, hogy valamit kezdeményezni fog a Fidesz? Azt gondolom, hogy valami van, hogy a társadalmi konzultációt akár csinálhat ebbe a dologba. Mi mellhet egy ilyen dolgot? Azt nem hiszem, hogy a felvetnék valóban európai szinten. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk és mindezt elmondta nekünk.